mércénél van jobb újság. Van olyan, amely jobb oknyomozó anyagokat készít, van olyan, amelyik jobban és több hír dolgoz fel. Sőt, azt is el kell mondanunk, olyan is van, amely jobban testesíti be a független média liberális etoszát. Viszont azt tudom, hogy olyan médiatermék nincs ma Magyarországon, amennyi elhivatottságban, a közösség szolgáltat szem előtt tartva, keményebben dolgoznának, mint ma nálunk a mércénél. És amikor az elhivatottságról és a közösség szolgáltatáról beszélek, nem csak arra gondolok, hogy mennyit keresünk. Persze hosszú utat kellett folyamatosan végigjárnunk, hogy lehetőségünk legyen, hogy kicsit kidolgozzuk a belünket. 2015. júliusában született meg az első gyerekem Géppel, és eléggé kétségbe voltunk esve a barátnőmmel. Nekem nem volt épp munkám, Anna meg ugye nem keresett. Úgyhogy a nagymamámtól kellett pénzt kérnem akkor is, hogy el akartam menni egy sört megélni. Ez volt az a pont, ahol talán minden épesző ember úgy döntött volna, hogy akkor keres valami fizetős munkát. De nekem ott volt a munkám, ott volt a feladatom, a mérce. Így nem ezt a döntést hoztam. Ezért nem volt más lehetőségünk a mércével, bíznunk kellett abban, hogy értékes, amit csinálunk, és bíznunk kellett abban, hogy maguk az állampolgárok bíznak bennünk. 2015 sokaknak arról marad emlékezetes, hogy több tízezer honfitársunk milyen brutális munkával segítette a magyar állam által magára hagyott menedékkérőket az országban. Nekünk emellett arról marad emlékezetes, hogy pár száz ember bízott bennünk, és elkezdte támogatni a mércét. 2015-ben másfél millió forintot kaptunk, 2016-ban már 9, 2017-ben 22, 2018-ban 35 millió forintnyi támogatást adtak össze azok az emberek, akik bíznak bennünk, bíznak a mércében, bíznak abban, hogy lehet még igazságosabb társadalom Magyarországon. Idén 50 millió forintot fogunk összegyűjteni a támogatóink segítségével, hogy tovább folytassuk ezt a harcot. Hiszen minket tényleg az a vágy hajt, és tényleg az az elképzelés segít a mindennapokban, hogy napról napra a munkánkkal hozzájáruljunk egy igazságosabb és tisztességesebb Magyarországhoz. Ez pedig kőkemény munkát kíván meg, főleg, ha valakik olyan makacsok, mint mi, és nem hajlandóak a működésük, a fizetések, az utazások, a mindennapi működés finanszírozásához más forrást igénybe venni, csak az olvasók támogatását. Akik nem hajlandóak más támogatásában bízni, csak a polgárokében. Mert a mércének ez a története. 5 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy csinálunk magunknak egy pici blogból egy saját lapot, ami független lesz és a mi elveinket képviseli. Független a gazdasági szereplőktől, független a nagy támogatóktól, független a politikai pártoktól, és kizárólag az olvasók támogatásával fog megélni, hogy még a gyanúja sem merüljön fel, hogy mi nem az olvasók bizalmát szolgáljuk. Azóta utasítottunk már vissza pártpénzt, megkeresés nagy alapítványi támogatásra, mert az, amit az elmúlt években végrehajtottunk, az nem csak az utunk, hanem a célunk is. És ezzel a rizikós, de becsületes modellel jutottunk oda, hogy a decemberi tüntetések idején a fél ország rajtunk keresztül figyelte azt, hogy mi történik az utcán. Egészen elképesztő volt hallgatni a történetet, hogy az egyik nagy budapesti közszínházban, az egyik előadáson decemberben az emberek kitódultak a szünetben, hogy a büfében és az előtérben lévő tévén nézhessék a mérce közvetítését arról, hogy mi történik a Kossuth téren. De persze decemberben nem véletlenül nyeltük a könyvgázt, sírtunk, köptünk és hánytunk, jobban mondva, hogy én is tettem, hánytunk 17 ezer néző előtt élő adásban. Kint kellett lennünk az utcán, és ott kellett állnunk az első sorban, mert számunkra fontos volt az, amit a tüntetők képviseltek. A dolgozók kizsákmányolása, a túlóra elleni tiltakozás, az emberek megbecsülésért folytatott küzdelem. Feladatunk volt, mert ezt a küzdelmet minél több emberhez eljutassuk. És ha feladatunk van, nekünk ott kell lennünk az első sorban, mert az emberek ezért bíznak bennünk, ezért támogatnak minket. Mert ez a mérce. És azt hiszem, ez az a példa, ami miatt én most itt állok. Hogy ebben az országban is, ebben a helyzetben is fel lehet építeni a semmiből, brutális ellenszörben egy politikai intézményt, hogy ez fontos és hasznos legyen a közösség számára. Hogy van ez az elhivatottság és van ez a bizalom, amely pótolni tudja a pénzt és szembe tud szállni a hatalommal. A mércénél van jobb újság. Van olyan, amelyik jobb oknyomozó anyagokat készít, van olyan, amelyik jobb ön és több hírt dolgoz fel. De arra örökké büszkék lehetünk, akik az elmúlt években ennek a küzdelemnek a részei voltak, hogy honnan indultunk és hová jutottunk. A büszkeség mellett pedig példát is tudunk mutatni. Jól kitalált koncepcióval, sok munkával és kellő hivatottsággal lehet változást elérni ebben az országban is. Csak bízni kell magunkban, az elveinkben, az emberekben és Magyarországban. Ezért pedig cserébe nem kérhetek mást, bízzatok bennünk és támogassatok minket.